Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket az évközi 5. vasárnapon. Külön szeretettel köszöntöm a Tolna Televízió nézőit is, akik a televízió közvetítése révén kapcsolódnak be mai közös szentmisénkbe, vasárnapi ünneplésünkbe. Ezt a szentmisét elhunyt szülőkért, Benedekért és Rozáliáért, valamint elhunyt Zsók Antal testvérünk lelki üdvéért ajánljuk fel. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg vétkeinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük Urunk szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg vétkeinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, őrizz szüntelen jóságoddal egyházadat, és erősítsd mindenkor oltalmaddal, mert csak a te kegyelmedre hagyatkozhat
a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzia király, láttam az Urat. Magas és fönséges királyi széken ült, és Uszája betöltötte a templomot. Szeráfok lebegtek fölötte, mindegyiknek 6-6 szárnya volt. Így kiáltott egyik a másiknak: Szent, szent, szent a seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet. Hangjuktól még a küszöbök alapja is megrendültek, és a templom megtelt füsttel. Erre így szóltam: jaj nekem, végem van, mert tisztátalan ajkú ember vagyok, és tisztátalan nép között élek, mégis szememmel láttam a királyt, a seregek Urát. Akkor az egyik szeráf odaröpült hozzám, a kezében izzó parazsat tartott, amelyet csípővassal az oltárról vett. Megérintette vele ajkamat, és így szólt: íme, mivel ez megérintette ajkadat, eltűnt gonoszságod, és bocsánatot nyert bűnöd. Azután hallottam az Úr szavát, amint így szólt: kit küldjek el, ki megy el nekünk? Így válaszoltam: íme, itt vagyok, engem küldj el. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, figyelmetekbe ajánlom az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek. Elfogadtátok, és szilárdan kitartotok benne. Általa elnyeritek az üdvösséget, ha megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek. Különben hiába lettetek volna hívőkké. Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Krisztus meghalt bűneinkért az írás szerint, eltemették és harmadnap feltámadt, ismét az írás szerint. Megjelent Péternek, majd a 12-nek. Később egyszerre több, mint 500 testvérnek is megjelent. Ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután megjelent Jakabnak, majd az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint egy elvetértnek, megjelent nekem is. Én ugyanis az utolsó vagyok az apostolok között, és arra sem méltó, hogy apostolnak hívjanak, hiszen üldöztem az Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, és rámárasztott kegyelme nem maradt bennem hatástalan. Többet dolgoztam mindegyiküknél, igaz ugyan, hogy nem én, hanem az Isten kegyelme, amely velem van. Mindegy tehát, hogy én vagy ők, ugyanazt hirdetjük, és így lettetek hívőkké. Ez az Isten igéje. Amen.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereget köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tópartján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, s megkérte, hogy vigye kissé beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz, evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra. Mester, válaszolta Simon, egész éjszaka fáradoztunk, és nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivetem a hálót. Meg is tette, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában lévő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok odamentek és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt. Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. A szerencsés halfogás láttán ugyanis társaival együtt félelem töltötte el, hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus bátorságot öntött Simonba, ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre partra vonták hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a mai vasárnap evangéliumában Jézus első tanítványainak meghívásáról hallottunk az imént. Szent Lukács evangélista tanúságtétele szerint Jézus szólította meg Simon Pétert és társait. Ő hívta meg őket, hogy követői, tanítványai legyenek. És ebben az egyszerűen hangzó evangéliumi kijelentésben valójában nagyon mély igazság rejlik. A tanítványság, a Krisztus követés soha nem önjelöltségből fakad. Senki sem teheti magát tanítvánnyá, mindig az Úr az, aki megszólítja és követésére hívja az embert. Az egyház mindig is tanította, hogy a hit ajándék, Isten ajándéka az ember számára. Mi emberi erőnkkel senkinek nem tudunk hitet adni, pláne nem tudunk és nem is szabad kényszerrel hitre vezetni másokat. A hit ajándék, a tanítványság Isten megszólításának, az Úr meghívásának következménye minden ember életében. A mai evangéliumi történet szerint Simon Péter és társai a Jézussal való találkozás során hallották meg a hívó szót, és lettek az Úr követőivé. Bár minden bizonnyal korábban is hallottak már Jézusról, tetteiről, de itt és most a személyes találkozás volt az, ami megérintette szívüket, és arra indította őket, hogy otthagyván korábbi foglalkozásukat, életkörülményüket Jézus követőivé, tanítványokká váljanak. És ezáltal egy új élet kezdődhessen mindannyiuk számára. Az Úrral való személyes találkozás áll
Minden ember mindannyiunk hitének középpontjában. A kereszténység nem egy tantétel, egy ideológia elfogadása, hanem hit abban az Úrban, akivel való személyes találkozásunk megérintett bennünket, és szeretetet ajándékozott a szívünkbe. Ez a személyes találkozás sokféleképpen formálódhat egy-egy ember életében. Kétségtelenül a hitre térésnek vannak egészen rendkívüli és kivételes kegyelmi lehetőségei, mégis azt gondolom, hogy alapvetően abban, hogy egy-egy ember személyesen találkozzon az élő Úrral, aki megérinti őt szeretetével, és ezáltal eljusson a hitre, rendkívüli jelentősége van a keresztény közegnek, közösségnek, amely körülveszi őt, amely hitet ugyan nem adhat, de tanúságot tehet a hitről, és ezáltal segíthet eljutni a hitre. Alapvető jelentősége van abban, hogy valaki személyesen felismerje az Úr jelenlétét, és megtérjen a hit útjára a családi közegnek, a keresztény közösségeknek, élő hitüknek és személyes tanúságtételüknek. A mai evangéliumi történetben Simon Péter és társainak meghívása egészen sajátos módon történik az Úr részéről. Jézus megszólítja őket, akik halászok voltak, hogy vessék ki újra hálójukat. Simon Péter a többiek nevében is válaszol: Uram, egész eddig fáradoztunk, és nem fogtunk semmit, de most a te szavadra mégis kivetjük a hálót. Jézus kérése, illetve felszólítása sajátos, és első pillanatban talán azt is mondhatjuk kemény szavakkal, hogy esztelenségnek tűnik. Hogyan lehet engedelmeskedni egy ilyen felszólításnak? Ugyan mi értelme lehet egész eddig tartó fáradozás után most újra próbálkozni és kivetni a hálót? Bár kétségtelen sokan beszélnek róla, hogy az újra és újra történő próbálkozásnak, a kitartásnak, az emberi kitartás valóságának, vagyis hogy ne adjuk fel a dolgokat, nagyon sokszor megvan az eredménye, gyakran sokféle formában célt érnek életünkben, de itt most többről van szó, mint pusztán a kitartásról. Itt egy olyan engedelmességről, amely látszónak legalábbis első pillanatban értelmetlennek tűnik. S Péter mégis megfogalmazza: a te szavadra, ennek ellenére mégiscsak kivetjük a hálót. A hit engedelmességével találkozunk itt, kedves testvérek. A hit ugyanis hívő engedelmesség és bizalom. És erre a bizalomra maga az Úr, az élő Isten méltó minden ember részéről. A hit egy sajátos kockázatvállalás, ugrás, önmagunkból való kilépés mindannyiunk életében. A hit soha nem 100%-os bizonyosság, de nem is esztelen naivitás és illúzió kergetés, hanem értelmes, megalapozott bizalom a szeretet Istenében, akinek e bizalom által újra és újra megtapasztalhatja jelenlétét és cselekvését az ember. Azt, hogy neki semmi sem lehetetlen.
erre a hitre, és a hitből fakadó engedelmességre, s bizalomra hív bennünket is az evangélium, Isten szava, hozzánk is szóló üzenete. Evezz a mélyre, és vesd ki a hálót, mondja Simon Péternek és társainak Jézus. Evezz a mélyre. Ez a kijelentés szimbolikus értelemmel is bír. A hit gazdagságát, kimeríthetetlen mélységét szimbolizálja minden ember életében. Sokan anélkül fordítanak hátat a kereszténységnek, s keresnek más valláspótlékot vagy útmutatást életük számára, hogy valaha is igazán a mélyre eveztek volna, felismerték volna a keresztény hit kimeríthetetlen gazdagságát és a keresztény élet szépségét, a belőle fakadó örömöt. Nem élhetünk felszínes, s pusztán megszokottságon alapuló keresztény életet. A mélyre kell eveznünk, az Úr iránti hitben és bizalomban, hogy ennek a hitnek kimeríthetetlen gazdagságát megtapasztalhassuk, s megélhessük életünkben. És akkor mi is azt is megtapasztaljuk, hogy az Úr felszólításának engedelmeskedve semmilyen bátorságunk és vállalásunk nem lesz hiába való. Simon Péter és a tanítványok követni kezdik Jézust. Elhagyják korábbi foglalkozásukat, és tanítványokká lesznek. Az Úr szeretetének felismerése és elfogadása, engedelmesség a megszólításnak és a meghívásnak mindig változást is jelent az ember életében. Korábbi életünk gyökeres átalakítását, megváltoztatását, egy új életet, amely szakítást jelent sok mindennel, ami a múltban része volt emberi életünknek. Simon Péter és társai tanítványokká lesznek. Követik Jézust, vagyis közösségbe lépnek az Úrral. Hallgatják az Isten országáról szóló örömhírt, hogy aztán majd elmehessenek, és tanukká is váljanak. Apostolokká, az Úr küldötteivé, akik maguk is hirdetik Isten nagy tetteit, Isten szeretetének uralmát és üdvözítő jóságát. A tanítványok példájára kérjük a mai vasárnapon az Urat, hogy a mi szívünkben is meglegyen a hitből fakadó engedelmesség, maradjunk hűségesek az iránta való bizalomban, hogy Krisztust követve, vele közösségben élve, tanúivá is lehessünk a világban. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, és Jézus Krisztusban, azért fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben,
hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, a mindenható Isten szeret minket és törődik velünk, terjesszük elé bizalommal kéréseinket. Add, Urunk, hogy az apostolok utódai az emberek halászaiként lankadatlanul és eredményesen munkálkodjanak. Add, Urunk, hogy minden nép élvezhesse a béke nyugalmát. Oltalmazd, Urunk, a házas élet tisztaságát, és légy menedéke a válságba került családoknak. Add, Urunk, hogy a szorgalmas munka és az alkalmas időjárás minden ember számára meghozza a mindennapi kenyeret. Te légy, Urunk, a szenvedők enyhülése, a szomorkodók vigasztalása és halottaink örök jutalma. Mennyei Atyánk, add kegyelmedet, hogy minden más oltalomnál és segítségnél inkább bízzunk gondviselő jóságodban, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, te a kenyeret és a bort elsősorban mulandó földi életünk táplálékául rendelted. Add, hogy örök életünk szentségi táplálékává is legyenek, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Istenem. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örökisten. A te végtelen dicsőségedhez tartozik, hogy isteni erőddel segítesz a halandó emberen, és éppen halandó voltunkból szerzel gyógyulást. Így, amit veszteségnek tartunk, azt üdvösségünkre fordítod, szeretett fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által. Fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add, kérünk, hogy szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelenül zengjük. Thank you.
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az áldozati adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állva szolgálhatunk neked. Kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel, és az egész papsággal és hívő népeddel együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt Benedek és Rozália, valamint Antal testvéreinkről, akikért a szent misa áldozatot most felajánljuk, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, mi is részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szent Lélek által, ezért imádkozzuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot
és üdvözítőnk dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a engesztelődjünk ki szívből egymással, legyen békesség köztünk. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hajlik a bőjét, hanem csak egy szóval mond, és megjövő lesz. Thank you.
könyörögjünk. Istenünk, Te egy kenyérből adtál ennünk, és egy kehelyből adtál innunk. Segíts, hogy egyek legyünk Krisztusban, és örömmel munkálkodjunk a világ üdvösségén, Krisztus a mi Urunk által. A héten ünnepeltük Szent Balázs püspök vértanú emléknapját. A Szentmisét követően Balázs áldásba részesítjük mindazokat, akik még nem részesültek benne a hét folyamán. A héten pénteken lesz a betegek világnapja, a boldogságos Szűz Mária Lurdi jelenésének emléknapjához kapcsolódva. Így pénteken este 6 órakor a belvárosi templomban, szombaton este 5 órakor itt az újdombóvári templomban, és jövő vasárnap reggel 7:30 órakor a kertvárosi templomban tartandó szentmiséken a betegek kenete szentségének kiszolgáltatására kerül sor. Valamennyi szentmise előtt Szent Jónásra is lesz lehetőség. Bátorítom az időseket és a betegeket, hogy éljenek a betegek szentségének vételével, hogy Isten kegyelme megerősítse őket betegségükben, a megpróbáltatásokban. Mindenkinek áldott vasárnapot kívánok, kérjük és fogadjuk most Isten áldását, az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istenem,